csillogó ruhák, kifinomult mozgások és megfeszített tempó, ezekben biztos nem volt ma hiány Székesfehérváron. A sport és a művészet tökéletes harmonikus ötvözete a tánc. A latin varázsból ízeítőt kaphattak mindazok, akik ellátogattak a Köpén sportcsarnokba, ahol ma egy országos bajnokságot rendeztek. Délelőtt a klubközi versenyen léptek parketre a táncosok, délután pedig az országos bajnokságon mérhették össze tudásukat a párok. Ez az országos bajnokság azt jelenti, hogy ez egy kiemelt verseny, egy évben egyszer rendeznek, és ezen a továbbjutáshoz feltétel, hogy ezen részt vegyenek a táncos párok. Éppen ezért nagyon szép létszámú mezőny gyűlt össze, 50-40 páros indul egy-egy kategóriában. 8 versenyben több mint 120 pár mérette meg magát a László Vill Kupa ifjúsági országos versenytánc bajnokságon. A fehérváriak közül többen értek el szép eredményt, így például Apkarovics Anikó és Husz Péter is. Eddig még 2 versenyen voltunk, az előzőt azt megnyertük, és ezen most másodikak lettünk. Nagyon sokat készültünk rá, de úgy érzem, hogy megvan az eredménye. Én az érettségi után kezdtem el táncolni, és hát igazából barátommal iratkoztunk be a tanfolyamra, és hát először nem is nagyon tudtam, hogy hova jövök, de aztán kiderült, hogy egy versenytánc tanfolyam, és megtetszett idővel, és az Ancsival mi egy éve táncolunk együtt, de 3 éve táncolunk. Fehérvár gazdag sportélettel és kulturális örökséggel rendelkezik, a tánc pedig ezeket ötvözi. Aki már táncolt több órán keresztül, az tudhatja, hogy ez mennyire fizikailag is megerőltető a kulturális szépsége mellett. És hát aki a döntőig eljut, 5-ször kell a programot végig táncolni, úgyhogy azt gondolom, hogy igazi sport is a versenytánc. Egy biztos, a latin varázs a közönséget is magával ragadta, s talán többen kedvet is kaptak ahhoz, hogy kipróbálják magukat ebben a szép sportágban, hiszen ahogy azt a tapasztalatok is mutatják, a fehérvári klubok jó eredményekkel szerepelnek az ilyen és ehhez hasonló pontszerző bajnokságokon.